Üdvözlök mindenkit, a mai téma, hogy hogyan reagál egy narcisztikus a szakításra, mit csinál akkor, ha azt látja, hogy nincs tovább kontrollja feletted. Kettő lehetséges változat van, és akkor nézzük meg, hogy mik ezek. Tehát a narcisztikus az ugye gyermekkorában létrehozta a hamis szelfet, a hamis ént, ezzel védve magát az érzelmi sérülésektől, tehát ez egy védekezési mechanizmus a narcisztikustól. Viszont pont ez miatt, mivel létrehozta a hamisént, képtelen az intimitásra. Tehát amikor te egy narcisztikussal vagy, ugye mindig benned van az az érzés, amit azt érzed vele kapcsolatban, hogy van köztetek ez a karnyújtásnyi távolság, hogy így nem tudod érzelmileg megközelíteni őt. A narcisztikusnak úgynevezett előrelátó veszteség szorongása van. Minden narcisztikusban ott van. Ez azt jelenti, hogy a narcisztikus már a kapcsolatnak az elején tudja, hogy be fog következni a legrosszabb, hogy a partner majd valamikor, azt nem tudja, hogy mikor, de a 100%-ra tudja, hogy el fogja őt hagyni. Tehát azt mondhatjuk, hogy a narcisztikus tulajdonképpen egy kódependens, egy társfüggő személy, ha így vesszük. Pont ma volt a csoportomban úgy arról szó, hogy tud a narcisztikus egyáltalán egyedül létezni. És akkor is írtam válaszba, hogy nem, a narcisztikus nem tud egyedül létezni. Tehát ha egy narcisztikus leteszel egy lakatlan szigetre, néhány napon, maximum, néhány napon belül megsemmisül. Mert nincs tükröződés. Mert tulajdonképpen ugye a narcisztikus ez nem létezik. A narcisztikus egy külső környezeti visszaverődés. Ő az, amit a környezet visszatükröz rá. Nincsen identitás magja. A narcisztikus mellé ezért aztán mindig egy olyan partner kell, aki egy tükröt mutat neki. Amiben a narcisztikus szépnek látja magát. Okosnak, csodálatosnak, zseniálisnak. Tehát a narcisztikusnak állandó tükör kell, hogy mások visszatükrözzék az ő csodálatosságát, az ő grandiozitását. Hát ha szakítani akarsz, akkor számára ugye bekövetkezik a legrosszabb dolog, amitől egész életében tartott. Tudta, hogy be fog következni, de mégis egy kapcsolatban hidd el, hogy a narcisztikus mindent megtesz azért, hogy ez ne következzen be, de mégsem tudja ezt elkerülni. A narcisztikusokkal az a legfőbb baj, hogy nem látják az ok-okozati összefüggéseket. Nem tudsz úgy szakítani egy narcisztikussal, mint egy normál emberrel, hogy levezeted neki, hogy oké, ez volt itt az én részem a kapcsolatban, amit elbasztam, de ott volt a te részed. Azért vállalj felelősséget. Egy narcisztikus ezért nem fog felelősséget vállalni. Miért nem fog? Mert létrehoztam magának a hamisént. Milyen a hamisén? Minden tudó. Mindenkinél okosabb. Zseniális, tévedhetetlen. Ezért aztán a narcisztikus nem tudod azzal szembesíteni, hogy vállalja a felelősségét, legalább az ő részét, amit ő rontott el. A narcisztikus nem látja az ok-okozati összefüggést. Pont ebből kifolyólag következik az, hogy hát a szakítás egy narcisztikussal azért nagyon kemény menet lesz. Mert ő ebből annyit fog látni az egészből, amikor te el akarod hagyni és elhagyod, hogy te vagy a világ leggonoszabb embere. Te maga az ördög vagy. Ugyanolyan vagy, mint az összes többi, akit őt elhagyta. Ennyit fog ebből az egészből látni, pont mint egy gyerek, akitől elveszik a játékot. Te voltál a játék, és most nincs a narcisztikusnak a játéka. Mit fog csinálni a narcisztikus, ha elveszti a játékszerét? Hát, megpróbálhatja akár visszaszerezni is a játékszerét. Viszont a legtöbb narcisztikus az ilyenkor nagyon gorombán fog reagálni, ki fog magából kelni, le fog téged degradálni. Mindent el fog követni azért, hogy téged megsemmisítsen és bosszút álljon, ugyanis feljogosítva érzi magát arra. Mert te tetted őt tönkre, te megaláztad őt, te átverted őt, te kihasználtad őt. Ezért aztán ilyenkor barátoknál elkezdhet téged lejáratni. Bizonygathatja majd mindenhol az ő igazát. Hogy ő mennyire jó volt, ő mennyire mindent beletett ebbe a kapcsolatba. És te, csúnya te, te mégis hogy voltál arra képes, hogy így elbánj vele. Bemehet akár a munkahelyedre is.
Facebookon, közösségi oldalakon, bármilyen fórumon nyilvános pocskondiázásba kezdhet. Egy narcisztikusnak ugye a kapcsolatban, amikor van egy kapcsolata, ott a forrás a lényeg, hogy ott megkapja az ő narcisztikus forrást, tehát amivel te kielégíted az ő igényeit. És ugye, mivel most neki nincs meg ez a forrás, nincsenek ezek az igényei tőled kielégítve, ezért össze fog omlani. Viszont az összeomlásnak ez az egyik módja, hogy téged ledegradál, pocskondiáz, mindenki előtt elkezd téged rossz színben feltüntetni, ugye, bizonygatja az ő igazát. És ilyenkor a narcisztikus egy extrém mértékű fájdalmat él meg. Egy pánikszerű valamit. Szó szerint ilyenkor vérszemet kap és bosszúvágya lesz. El fogja határozni ilyenkor, hogy minden erejével tönkretesz téged. Eltüntet úgymond a térképnek a felszínéről. És mindenkinek azt fogja bizonygatni, hogy az ördög vagy maga. Ez az egyik lehetséges dolog, amit a narcisztikus csinálni fog, és reagál. A másik, az egy, ennek az ellenkezője. Össze fog omlani. Amikor közled vele, hogy elég volt belőled, itt volt a pont, én ezt nem tűröm tovább tőled, végeztem veled, és azt látja rajtad, hogy te teljesen komolyan beszélsz, és most nem blöffölsz, és nem tud rád kontroll gyakorol, nem tud irányítani téged, akkor összeomlik. Hivatkozni fog arra, hogy belát mindent, elismer mindent, orvoshoz fog menni, kezeltetni fogja magát. Tehát magyarul mindent elkövet annak érdekében, hogy az elhagyatási szorongása, amitől retteg, az ne következzen be, és ne hagyd őt el. Ez azonban, ha ebbe belemész, ez maximum, de tényleg maximum, néhány hétig fog tartani az állapot, aztán utána szépen lassan, de minden visszarázódik a régi kerékvágásba, és kezdődik a narcisztikusnak a játszmája ismét előről. És ilyenkor, amikor összeomlik előtted és hivatkozik mindenre, képesek sírni, és tényleg nagyon képesek, ott fog előtted bőgni, teljesen azt fogod rajta látni, hogy mintha most eljött volna nála az a felismerés, hogy rálát saját magára, rálát a hibáira, amit elkövetett veled szemben. De ilyenkor a narcisztikus nem azt siratja, hogy neki rálátása van az ő hibáira, és nem téged sirat, hogy ő milyen kegyetlen volt és miket tett veled. Ő nem ezt siratja. Ő olyan, mint egy gyerek. Ő azt siratja, hogy a kedvenc játékszere az valóban elvesztheti most örökre. És a kedvenc játékszeréhez a narcisztikus minden áron ragaszkodni fog. Ezért mindent elkövet annak érdekében, hogy ezt megtartsa. Ez a két kimenetel van. Egyik sem egyszerű. Hát, hogy melyik a jobb, az dönts el mindenki maga. Ha hasznosnak találtad a videót, akkor kérlek nyomj egy lájkot, és hát a csatornámon már egész sok videó van, amiből lehet szemezgetni, úgyhogy nézzétek meg a többit is, akit érdekel. Facebook csoportomat pedig megtaláljátok a Facebookon, ha beírjátok a keresőbe, hogy a Benfentes, akkor ezt ki fogja dobni.